Magyar a községben gazdag programsorozat elé néznek így ősz elején, de nem volt más a helyzet a nyáron sem. Ez a község idegenforgalom szempontjából is fejlett más vajdasági községekhez képest. Ugyanakkor befektetőkről, iparról kevesebbet hallani, így ma erről is faggatjuk Fejsztámer Robertet, Magyar a polgármesterét. Köszöntöm a stúdióban! Jó estét kívánok! A gazdag őszi program a helyi turizmus fejlesztésének részeként is tekinthető, de mi a helyzet az egyéb fejlesztésekkel? Magyarokan is a község fejlesztési stratégiai irányvonalai között mindig is szerepelt az idegenforgalom. Ezt próbáltuk az idei évben egy kicsit megerősíteni és jobban ráerősíteni erre a területre, így köztársasági támogatásokon keresztül sikerült először 4 millió dinát nyernünk a strand, hát hogy is mondjam, kényelmesebbé vagy otthonosabbá tételére, másrésztől pedig 7 millió dinát nyertünk a népkertnek a rendezésére, ami szintén már nagyon hosszú évek óta hát nem olyan pozícióban, vagy nem olyan helyen van, amit az megérdemelne. Az igazat megvalva, a fejlesztések és a beruházások megpróbálnak a 13 településünkön valamilyen beosztás logika alapján részarányosan megvalósulni, hiszen úgy gondoljuk önkormányzatilag, és szerint én is úgy gondolom, hogyha mindenki az otthon maradástól, a helyi településen való boldogulástól beszél, akkor legalább igyekeznünk kell hasonló lehetőségeket biztosítani mindenkinek, teljesen mindegy, hogy a legkisebb településünkön él, vagy éppen Magyar Kanizsán a község központjában. Maradjunk meg egy picit az idegenforgalomnál. Említette, hogy nyertek. Hol pályáztak? A köztársasági minisztériumnál, idegenforgalmi minisztériumnál pályáztunk, mind a két pályázattal. Természetesen a koncepciónak volt a része az, hogy a tavalyi medencefelújítás, tiszaparti medencefelújítás után magát a környezetet is rendbe tegyük, új padok, új főzőhelyek, betonozás, napágyak, napozóernyők, tehát hogy valóban egy strandi hangulat alakuljon ki ott a tiszaparton, és így lépkedve szépen lassan haladunk a város központja felé, így jutottunk el a népkertig is, ahol most pillanatnyilag a zöldövezetet és szintén a járó felületeket próbáljuk helyre és hogyha minden jól megy, akkor a következő év közepére elkészülnek azok a peruházási tervek is, amik a szintén a népket mellett felépítésre váró wellness központról szólnak. Ez a szállodalánccal kapcsolatos, amely jelezte érdeklődését, magyar és a község iránt, vagy ez egy saját községbeli befektetés lenne. Mindenféleképpen úgy szeretnénk, nem találtuk még ki az igazat megvalva megfelelő formát, de úgy szeretnénk, hogy ez a község, tehát az önkormányzat tulajdonában lévő beruházás maradjon. Mi stratégiai partnereket keresünk ahhoz, hogy ha az infrastruktúra maga fölépül, akkor ki fogja ezt működtetni. Én nem hiszek abban, hogy az önkormányzati intézmények, vagy az önkormányzati rendszer gazdasági Projekteket jól tud működtetni. Gazdasági projektekhez gazdasági gondolkodású és beállítottságú cégek és vezetők kellenek, akik a profitért dolgoznak, nem pedig az állami Teljesen mindegy, hogy sikeresek vagyunk vagy nem, fizetést így is, úgy is kapunk, rendszerben gondolkozó emberekre van szükség, de úgy gondolom, hogy maga az infrastruktúrának a Megvalósítása, kiépítése, vagy éppen bizonyos helyeken felújítása az mindenféleképpen az önkormányzat hatáskörébe kell, hogy maradjon. Melyek azok a mondjuk így legégető problémák, amelyek sürgős megoldásra várnak Magyar-Kanizsán belül? Hát nagyon, nagyon furcsán hangzana, vagy ilyen hangzana, hogyha azt mondanám, hogy ilyen nagyon égető probléma nincs infrastruktúrálisan hiszen azt el tudom mondani, hogy az elmúlt években is sikeresen tudtunk pályázni közműfejlesztésre itt a csatornahálózat, szennyvíz elvezetés, vízvezeték hálózat, az oktatási intézményeink fejlesztésére. Itt a kis papíromnak kírkáltam az összegeket, mert memorizálás szempontjából csak nagyon esse. nehéz, nagyon nehéz mindet végigmondani, de csak hogy példákat hozzak majd 20 millió dinát fektettünk egészségházak felújításába. És most az első hat hónapos periódusról a beszélek. A és a községről. Község, a... Tehát ez például a kis piac, de most igen. zajlik horgoson is a felújítás. Majd 30 millió dinát a legkisebb falvaink, tehát Velevit és Tótfalú változására. 13 millió dinát az útkarbantartásra tartás, de mind a 13 településünkön. 22,5 millió dinát a horgosipari zónának a a fejlesztésére, 6,5 millió dinár sportobjektumoknak a fejlesztésére, 40 millió dinár oktatási intézményeknek a fejlesztésére. És természetesen mindig szoktam mondani, ami zajlik, tehát nem az első hat hónaphoz kötődik, hiszen most még két-három évig folyamatosan zajlik, az a hét nyertes IPA pályázatunk, aminek az összköltségvetése megközelíti a 2,4 millió eurót, tehát nem dinát, hanem eurót, ami szintén nagyon nagy terhető egyébként a költségvetésre, hiszen ezeket mind elő kell finanszírozni, hogy utána az Európai Uniótól visszakapjuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megpróbálunk minden területre, ahogy az előbb is felsoroltam, az infrastruktúrától kezdve, az oktatáson keresztül, az idegenforgalomig minden területen fejleszteni egy kicsit, minden területbe belenyúlni egy kicsit, ahhoz, hogy mind családilag, mind pedig vállalkozásilag jól érezzék magukat akár a fizikai személyek, akár a jogi személyek a községünk területén. Említette a Horgos Ipari Parkot, és azt is, hogy investíciók történtek ezen a téren is. Bővítésről volt szó, új befektetők érkeznek. Mi a helyzet? Pillanatnyilag a község területén két ipari zóna van. Egyik kanizsán, ami nagyon pici, két és fél hektáros, és egy nagyobb, 24 és fél hektáros Horgos területén, és valójában a horgosi ipari zónának a hát hogy is mondjam, a véglegesítését szeretnénk már elérni, hiszen ez is már évek óta húzódik, és aki elmegy az autópálya mellett, az pont rálát erre az ipari zónára, és vagy magas füvet, vagy legelésző teheneket lát. Tehát ezt azért egy kicsit módosítani kell ahhoz, hogy ez vállalkozásfejlesztés szempontjából is kecsegtető legyen ezért ebben az évben már megközelítőleg 40 millió dinárt tudtunk beruházni tartományi pályázatok segítségével, és nagyon remélem, mivel a tervek elkészültek, sikerül majd az elkövetkező évben még 60 millió dinárt beruházni ebbe az ipari zónába, és akkor elmondhatjuk, hogy egy úgymond kulcslakész kész ipari zónát, egy ipari területet tudunk átadni azoknak, a befektetőknek, akár belsőnek, akár külsőnek, akik esetleg érdeklődnek. Én szerintem főleg a logisztika iránt, hiszen a nemzetközi vasútvonal mellett és az autópálya mellett közvetlen közelében helyezkedik el ez az ipari zón. Említette az IPA projekteket, és milyen határon átnyúló projektek valósulnak meg jelen pillanatban Magyarkon és a községben? Hát ezek is nagyon szertágazóak, hiszen az ifjúsági szálláshelyektől kezdve a sport létesítményeken keresztül a vizitudizmusig, a kulturális fesztiváltól kezdve az irodalmi összejöveteleken át egészen a, határon átnyúló kulturális együttműködésekig nagyon széles ez a spektrum, ahogy említettem, ugyebár hét ipapályázatról beszélünk, sőt, még van egy szociális Munk, hát nem munkavállalás, ugyebár most a magyar kifejezés nem is jut eszembe, mindegy, tehát szociális uh, iparágra épülő pályázatunk uh, is, tehát ezen a területen is sikeresen tudtunk pályázni, úgyhogy nagyon széles a spektrum, nagyon sok pályázatról beszélünk, ezek 14-16 hónaptól, vannak olyanok, akik ész 36 hónapig terjednek, ezért mondtam, hogy az elkövetkező időszakban fognak ezek valójában eredményt uh, produkálni de hát ebből külön kiemelném, ami nagyon remélem, hogy a hetekben lezáródik a szerződéskötésig eljutunk, tehát lezáródik a tendereztetési folyamata, az a Magyar Kanizsai víztisztító, hiszen ez beruházásilag Magyar Kanizsa község számára az egyik legmeghatározóbb és legnagyobb beruházás az elmúlt időszakban. Polgármester úr, mi a helyzet a munkahelyteremtéssel? Létesülnek esetleg olyan nagyobb szabású vállalkozások, vagy esetleg közmunkaprogram, amely segít a községben lévő munkanélküliek sorsán? Én igyekeztem ezt is gyorsan, gyorsan keresztmetszetben felmérni. 38 közmunkást alkalmaztunk egyébként, vagy alkalmazunk még mindig ebben az évben, hiszen vannak, akik négy hónapos, vannak, akik hat hónapos munkaidővel kerültek alkalmazásba az önkormányzat részéről. De 13 olyan vállalkozásunk van, aki az első fél éves periódusban különböző beruházásokkal munkahelyet teremtett, vagy munkahelyet tartott meg. És azért mondom, hogy próbáltam összeszedni, de itt megint csak képpen nem túl sokra fogunk menni. De keresztmetszet szempontjából az 1,6 millió dináros kicsi családi tejfeldolgozótól a 6,5 milliós autómoson keresztül a 100 milliós termelői és raktározói csarnokig, sőt van 250 milliós termelői üzemünk is, és van egy 502 millió dináros beruházásunk is, ami egy teljesen új termelői csarnok felépítésével járt. Tehát azt tudom mondani, amit ezt, ezt már nagyjából egy éve hajtogatom, hogy aki Magyar Kanizsán szeretne dolgozni, az tud magának munkahelyet találni, mert pillanatnyilag is több mint 200 üres munkahelyünk van, amit nem tudunk feltölteni, vagy kitölteni, hogy így mondjam. És mindig azt is el szoktam mondani, hogy tisztában vagyunk vele, hogy a határközelsége miatt és a nagyon nagy lakossági fluktuáció miatt alakul ki az a helyzet, ami most van. De azt is hozzá szoktam tenni, hogy szerencsére a vállalkozók is érzik ennek a súlyát, és most már a hát hogy is mondjam, 20 dináros, nagyon minimális és megélhetésnek nem igazán mondható alapbértől már messze-messze elrugaszkodtak, és én úgy gondolom, hogy már egy olyan bérezést adnak a vállalkozók is, ami miatt megéri itthon maradni, és semmilyen formában sem éri meg külföldre költözni. A nyár elején a martonasi polgárok többek közt önt is megkeresték a betelepített roma lakosság ügyében. Az akkor előállt probléma megoldódott-e azóta? Ez június folyamán volt egy lakossági fórum, és annak folytatásaként többször is ülésezett a biztonsági tanács, biztonsági tanács is, és a migrációs tanács is községi szinten. Ma is egyébként volt egy ilyen uh, megbeszélés, ahol már a martonosi polgárokat is az összes uh, uh, községi képviselőtestületben résztvevő uh, pártot, szervezetet elhívtuk, hogy megpróbáljunk közösen egy, uh, hát ha nem is megoldás, de legalább egy közös gondolkodást elindítani, hiszen megoldás, uh, tehát ez nem egy olyan probléma, amit, uh, amit meg lehet oldani. Tehát uh, itt a probléma abból adódik, hogy olyan... Uh, állampolgárok és nem csak szerb állampolgárok települtek be Martonosta, akik nagyon nehezen tudnak beilleszkedni. És ez a helyi lakosság, az iskolák, a közintézményeink számára állandó konfrontációs vonalat okoz. És ezt borzasztóan nehéz átidalni egyik pillanatra a másikra. Itt kulturális különbségek, oktatási különbségek, nyelvi különbségek, tehát a betelepülők többsége nem beszéli se si a szerb, se si a magyar nyelvet. Tehát ettől a pillanattól kezdve borzasztóan nehéz velük kommunikálni. Ezért nagyon fontos, hogy a mi intézményeink, a rendőrség, a bíróság, a szociális központ, a, az egészségház, a Vöröskereszt, tehát mindenki, a mi helyi közösségeink próbáljanak meg egy testként működni, és úgy fellépni ez a, ez a, probléma, kialakult probléma iránt, hogy mind a helyi lakosok, elégedettek legyenek, mint pedig a betelepülők ne érezzék az ellenségességet a helyiek részéről, hiszen nem az a cél, hogy összeveszítsük, vagy pedig a polgárok között valamilyen feszültséget alakítsunk ki, hanem az a cél, hogy megpróbáljuk rendbe rakni azokat a nézetkülönbségeket, amik ott, amint az előbb elmondtam, az oktatás, a kultúra a nyelvi különbségek miatt keletkeztek. már Robert, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen a lehetőséget!